Szép napot kívánok, üdvözletem! 2018. március 7-e van. És mint azt az előző videóban mondtam, hogy belekerültem ebbe a körfuvarba, oda-vissza, oda-vissza. Így hát a folyamatos videózás, ami eddig ment, az sajnos szünetel, mert hát nem látom értelmét, hogy ugyanazon az útvonalon mindig ugyanazokat mutassam, hát nem is tudom, hogy mit tudnék más mutatni. Most annyi történt, hogy nem Friedrichshafen felé megyek a 31-es főúton, hanem a 32-es főúton megyek Ravensburg felé. Erre felé is voltam én már korábban, de már elég régen. Úgyhogy gondoltam, hogy itt majd csinálok egy kis videó összeállítást. Meg majd holnap valószínű erre felé jövök vissza, ha csak nem éjszaka jövök, mert az sem kizárt. Az sem teljesen kizárt, mert itt lerakási idők eléggé szorosra vannak meghatározva, úgyhogy menni kell éjjel-nappal. Már úgy, ahogy a pihenőidők, vezetési idők engedik. És hát elég sokat mentem éjszaka. Tegnap is hajnali 3 órakor kezdtem. Ma reggel 5 órakor kezdtem. Úgyhogy éjszaka meg a sötétbe nem igazán tudok mit videózni, meg hát az út jelentős részét autópályán teszem meg. Ott pedig lenn nagyon nincs mit videózni. Hát itt ezen a részen ilyen kis dimbes, dombos hegyes a vidék. Gondoltam, hogy itt erről csinálok egy kis videó összeállítást. Sajnálattal hallottam, hogy 2 videós is, egy kamionos videós levette a videóit a YouTube-ról. Egyikük ismeretlen. Nem tudom, mi történt, nem láttam. Talán valaki mondta, hogy a Facebook oldalán írt ki valami magyarázatot, hogy miért vette le a videókat, és abba hagyta a videózást. Másikuk pedig nagy sajnálatomra Kelemen András, Magyar Kamionos Amerikai Utakon című csatornát csinálta. Hát ő neki pedig a főnöke, a cég tulaja szólt, hogy le kéne venni a videókat, ugyanis valaki a főnökének küldött egy e-mailt, amihez csatolt a videóból egy képet talán, hogy volt egy olyan eset, amikor Andris egy pár másodpercre megfogta a telefonját, valami miatt kézbe vette a telefonját, és akkor ő erről küldött egy képet, hogy hogy lehet ilyet csinálni, és hogy ezzel ő veszélyezteti a közlekedés biztonságát, és a cégnek a jó hírét csorbítja, meg stb. Úgyhogy aztán erre föl a főnöke megkérte, hogy legyen kedves, vegye le a videókat, és ne is folytassa ezt a videós pályafutást. Hát én nem értem, hogy azt az embert most miért zavarta ennyire, hogy nem hiszem el, hogy van olyan ember, aki soha kézben nem veszi a telefonját egyszer se. Ez nem tudom elképzelni.
Na hát sajnos vannak ilyen emberek, akik abba... Kövesd az utat több, mint abba élik ki magukat, keresztül. Akkor érzik jól magukat, hogyha valaki másnak ártani tudnak. És hát így most ezzel igazából nem kifejezetten Andrisnak ártott, neki is, mert most ha nem lenne olyan jó a kapcsolat a cég tulajaival, mint amilyen jó a kapcsolat, akkor ezért akár még ki is rúghatták volna. De hát nem így történt. És hát azt akartam ebből kihozni, hogy nem Andrissal szúrt ő ki igazán, hanem a nézőkkel, akik szerették nézni, és várták az újabb és újabb videókat, mert hát az a helyzet, hogy tengeren túlról túl sok hiteles információ nincsen így a kamionos élettel kapcsolatban, főleg magyar nyelven, mert angol nyelven elérhető szerintem jó néhány csatorna, de magyarul nincs túl sok. Talán egy kanadai úriember van, ilyen ő, ha jól emlékszem, valami olyasmi a csatorna neve. Ő még talán csinál, vagy legalábbis régebben csinált videókat így a kanadai kamionos életről, meg úgy egyáltalán. Hát végtelenül sajnálom, és akkor most mindezek tetejébe jövök én. Én is. Ugye ritkítom a videókat, vagy nem is tudom, hogy lesz, mert hát igazából akkor fogok én videót csinálni, hogyha valami érdekes dolog látható történik. Mert az, mint ez is most, hogy itt megyek a dimbek dombok között az úton, szerintem ez nem igazán látványos, meg nem igazán érdekes. Majd beértünk Ravensburgba, ott is csinálok egy pár felvételt, mert elég szép az a város még így is, hogy ilyen, hogy is mondjam, ilyen párás, esős idő van. Úgyhogy ott még majd lesznek felvételek. Meg útközben még egyik másik településen, ahol lehet látni valami szépet. Ott is majd kapcsolok kamerát, úgyhogy ez nem is lesz egy olyan hűde hosszú videó. Meg ha útközben esetleg látok valami érdekeset, akkor azért bekapcsolom, de hát most már hóhelyzet nem nagyon várható, mert ugyebár március, mondjuk lehetnek még meglepetések, az biztos, de március 7-e van ma, lassacskán március közepéhez érkezünk, és hát ilyenkor már azért enyhül az idő. Mint ahogy most is plusz 4 fokot mutat a hőmérő, és itt csepereg az eső. Na majd jelentkezem Ravensburgból. Na még Ravensburg előtt vagyunk, de ez például itt egy nagyon szép kis lejtős szakasz. És itt lesz valami kis település, aminek nem tudom a nevét. Utána pedig már meg is fogunk érkezni Ravensburg városába. Knollengraben a hely neve. Ajja, jön a mentőszemből. Vére húzódok, hogy lássa mindenki. Mentőautó sikeresen elhaladt. És mi is sikeresen haladunk tovább. Túl gyorsan mész. Igen, bocsika. Még mindig nem állítottam át ezt a
figyelmeztetést, hogy ha 51-jel megyek, akkor még ne figyelmeztessen, majd csak ha tudom én 53-54-jel esetleg. De mindegy, majd egyszer csak átállítom. Na, de jó. Pedig ez nem is BMW. De lehet, hogy a kis autója az BMW, mert én úgy hallottam, hogy a BMW-sek azok nem nagyon szokták használni az indexet, mert hát minek. De jól néz ki jobbra itt mellettünk ez a kis rézsű. Na itt van Ravensburg. És megint túl gyorsan megyek, mert 51-jel beestem Ravensburgba. Itt a sebességmérő készülék, ott az oszlopon jobb oldalon. Itt errefelé annyiból is jobb jönni, hogy nincs az a nagyon komoly teherforgalom. Van azért teherforgalom errefelé is, de mégsem olyan jelentős, mint ott a 31-esen. Ott megy a teherforgalom jelentős része. Nézd csak ott bal oldalon ezt a Volkswagent. Tűzoltó. És mire odaérünk, pont jön a szemből a busz. Na mindegy, nagyjából lehetett látni. Hát tök jó. Volkswagen bogár, tűzoltó, és mögötte egy utánfutón valami, nem is tudom mi lehetett, a szivattyú, vagy tűzoltó tömlő feltekerve. De teljesen jó volt, jól nézett ki. Én úgy tudom, hogy Ravensburg a játékgyártásról lett híres. Ravensburger Puzzle, az is egy elég híres dolog, és aztán azon kívül még hát úgy tudom, hogy vannak itt mindenféle játékokat gyártó cégek. Aztán, hogy ezen kívül még miről lehet híres, azt nem tudom. De itt megyünk befelé, lehet látni majd ilyen vár, bástyát, ami úgy megmaradt. Ez meg valami grill, túlméretezett grill, sütő. Itt például balra lehet látni valami tornyot. Balra fönt. Ami nem tudom, hogy templom akarna lenni. Úgy néz ki, mert van rajta óra. Úgy néz ki, mint egy templomtorony. Azt itt szembe egy réges régi fal, az meg ilyen várfalnak látszik. Akkor itt is lesz egy bástya, itt vanni bal oldalon. Úgyhogy valószínűleg itt ez valami várnak a részei, maradványai. Itt is egy nagy torony balra. De szerintem szép, szép város. Ott szemben megint csak valami torony. Ha az is a vár része lett volna, vagy lenne, a csoda tudja. Na, túloldalon a kollega meg ide hozott árut. Úgy látom, hogy valami emelő hátfalas pótkocsija van. Ki van nyitva a pótkocsi hátulja. Úgyhogy valószínű, hogy itt rakodik az illető. Az jó buli. De hát
sehol senkit nem látok. Meg az se, hogy ő hova hozott ide. Lehet, hogy az építkezésre hozott valamit, mert ott beljebb építkeztek. Annak is milyen érdekes a teteje ott jobb oldalon. Hát előre, szembe, előre, picit jobbra. Ott látható az a torony. Nagyon érdekes, festett cserepek, vagy nem tudom én mik vannak ott a tetején, de jól néz ki. Kikeveresztenem egy kicsit az elejét, hogy a hátulja ne hozza el a sövényt. Narancssárga volt. És itt ezen a részen már ezek a mindenféle ipari létesítmények vannak. Ilyen-olyan cégek jobbról-balról. Torlódáshoz közeledsz. Egy valami Forma 1-es autóhoz hasonló valami volt ott fönn a tetőn jobbra. 800 méter után tarts balra. Igen, igen. Tartom balra. Gyorsan mész. Köszi, figyelek. Nem gyorsítok tovább. Tulajdonképpen ennyiből jó is, hogy szól így a navigáció, mert így akkor hiába a többiek mennek gyorsabban, ugye, és az ember hajlamos követni a közlekedés többi résztvevőjének a tempóját, és akkor ezáltal önkéntelenül is 300 méter után tarts balra. Bele lehet szaladni a gyors hajtásba. És így hát jó, hogyha szól a navigáció. Ez meg itt milyen Audi? Valami nagyon mérges motor lehet benne. Két nagy kályhacső a hátul. TMHXCLSV. Ezek a betűk vannak ott a hátsó szélvédőre felrakva. Na, itt majd egy sávval beljebb kell húzódni, mert az lesz az én sávom. Tarts balra. Be is engedtek ügyesen, köszönöm szépen. És aztán majd még egy sávval beljebb kell húzódni, mert 400 méter után tarts balra. A Bodensee felé kell nekem menni ott az autópályán. Jaja. Na kérem, hát ez volt Ravensburg, már amennyi látszott belőle. Szépen kisütött a nap. Nézzünk oda. Stetten a település neve, ahol most éppen járunk. Ezt megnéztem. Ezt megnéztem, mikor bejöttünk a településre, hogy Stetten, és itt Lärmschutz
felirat van a 30-as tábla alatt, úgyhogy ilyen zajcsökkentésből kifolyólag 30-al kell haladni. És megérkeztünk a Bodensee partjára, ott látható szembe a Bodentó. És itt felhajtok a 31-es számú főútra. 700 méter után tarts balra. És irány Freiburg. Na itt messze távolból látható valami sárga, meg kék villogás. Aha! Rendőri felvezetéssel viszik ezt a hatalmas nagy gépet. Szerencsére semmi rendkívüli nem történt. Most tisztelettel le van zárva a 31-es főút, és Umleitung kerülő úton kell menni. Valószínűleg itt van egy alagút nem messze, úgyhogy valószínűleg az alagútba valamit csinálnak, és ezért van lezárva. Úgyhogy ha jól sejtem, akkor itt most be kell menni a településre, és az alagút túloldalán van egy viadukt, és ott a viadukt alatt lehet átmenni egy szép kis völgybe, úgyhogy ez egy egész szép helyen fogunk átmenni. Mert itt van az alagút bejárata. Itt tőlünk balra, ami most nem igazán látható már. És akkor szerintem itt egyenesen kell majd tovább menni, mert volt már itt hasonló, csak akkor a másik irányból jöttem, akkor a másik irányból volt lezárva. Döggingen a helység neve, ahova megyek most éppen, és itt a település alatt megy át ez az alagút. De ott gondolom valamit ott munkálkodnak, és ezért le van zárva. Néha, jobbra tőlünk, mi az? Bentley, szerintem Bentley volt az a jármű. Postás bácsit kikerüljük. És ott van ez az U1. Szerintem azt kell nekem követni, azt az U1-et. Úgyhogy itt jobbra. Legalábbis remélem. Úgy rémlik, mintha az lett volna kiírva, hogy az U1-et kell követni. Igen, itt megyünk lefelé most szépen, és át a viadukt alatt. Igen, ott van szembe Waberes-es kollega, éppen jön át a viadukton. De nagyon szép kis hely, szép kis völgy. Nagyon jól néz ki. Gondolom régen, amíg nem volt megépítve ez a viadukt és az alagút, addig itt ezen az úton kellett közlekedni. És hát amikor esik a hó intenzíven, akkor itt azért izgalmas lehet a dolog. Viszont mindenképpen nagyon jól néz ki. Nagyon klassz kiránduló hely. Na itt is. Jó lehet lakni. Csend, nyugalom.
mondjuk, hát télen itt leszakad egy másfél-két méter hó, hát akkor föl kell tankolni előtte nagy mennyiségű élelmiszerrel. Itt az árnyékos helyeken azért még van hó. De nem is olyan régen, ezen a vidéken hajnalban mínusz 18-20 fokot mutatott a hőmérő, de most pedig plusz 6. Plusz 6 fokot mutat. És itt van a 31-es számú főút, ahova majd nem sokára kikeszvergünk, csak át kell menni még itt ezen a településen is. Úgyhogy itt is az U1-es feliratot kell követni. Unadingen. Viszi a szél a szelektív hulladékgyűjtő zsákokat. Ugyebár Németországban nagyon-nagyon dívik a szelektív hulladékgyűjtés, ezt a Ványi Zoliéknál láttam, hogy külön helyre kell tenni a teljes dobozt, meg üdítős dobozt, aztán külön zacskóba a lebomló szerves hulladékot, ilyen zöldségmaradványt, meg kajamaradékot, meg egyebet, aztán külön zacskóba esetleg az üveget. Az üveg meg a műanyagnak a jelentős része az visszaváltható. Úgyhogy az ilyen visszaváltós formába kerül ki a kereskedelembe. De a többieket meg így szelektíven kell gyűjteni, és akkor ilyen zsákba kirakják a ház elé. Jönnek a begyűjtők, aztán begyűjtik. Hogy itt is, mint látható, itt Németországban sokfelé ki vannak rakva ilyen U táblák, hogy ugye az Umleitungot jelent, a terelőutat, és ez a tábla ez állandóan itt van. Van olyan, ahol több ilyen U betű van kirakva, hogy mit tudom én, U 12, U 8, és akkor ha valami terelés van, akkor csak az elején kiraknak egy táblát, hogy hanyas számú terelést kell követni. És akkor az ember azokat a táblákat figyeli, azt akkor úgy tudja a kerülőutat abszolválni, hogy úgy mondjam. És itt már is visszatérünk a 31-es számú főútra. Elméletileg itt balról nem nagyon jöhet senki. És haladunk tovább a 31-es számú főúton. És kérem tisztelettel, lerakodás, felrakodás megtörtént. És most én itt a Google Maps-on kinéztem egy áruházat itt a közelbe. Hát remélem, hogy ez a 3,5 tonnás tiltás ez engem nem akadályoz, mert innen vagy 2 kilométerre van az áruház. Ahol láttam egy olyan placot, ahol kamionnal még meg is lehet állni. Na, remélem, hogy nem futok bele semmiféle korlátozásba.
de érdekesek voltak ezek a fák itt jobb oldalon. Aha, erre felé van 3,5-es tiltás, az engem nem érint itt balra. Jó, nagyszerű, akkor itt tudok tovább menni. Ugye ez a Google Maps, ez egy csoda jó dolog, mert rá lehet keresni mindenre. Itt Franciaországban lehet nézni utcaképet, műholdképet, mindent, és kiválóan lehet így keresni, találni olyan dolgokat, olyan helyeket, ahol még akár kamionnal is meg lehet állni. Most beszéltem a vezénylőmmel, és hát úgy áll a helyzet, hogy most ha visszaérek, az péntek. Péntekre visszaérek, és aztán onnan megyek haza. Aztán hétfőn majd folytatása következik. Úgyhogy ilyen szempontból ez a munka egészen jó, meg olyan szempontból is jó, ugye, hogy meglehetősen pörgős. Lehet menni sok-sok kilométert. Ja, és mindjárt üsszenteni fogok egyet, azt hiszem. Vagy mégse. Errefelé én még sosem nem jártam, de nagyon kis csinos házak vannak itt is, szépen gondozott sövények. Micsoda halvány lila házikó ez itt bal oldalon, meg a kerítés is. Bemegyek vásárolni egy pár dolgot, mert hazafelé viszek egy-két dolgot a családnak. De jó itt bal oldalon ez a növény. Ez nekem nagyon tetszik. Autókereskedés, ha jól látom, itt tőlünk jobbra. Úgyhogy van autó, dögivel lehet válogatni. És itt végig 30-as korlátozás, csak az a helyzet, hogy ezekre a fekvő rendőrökre, ha véletlenül valaki rámegy 30-al, főleg így kamionnal, hát akkor itt repül minden a felső polcokról, a műszerfalról, innen az alsó polcról, mindenhonnan minden szanaszéjjel repül. Nommai, az volt kiírva, hogy Nommai. És most jön egy másik település, aminek szép hosszú neve van, azt meg sem próbálom. Meg sem próbálom kimondani, mert szerintem az nem menne. De itt is milyen jól néznek ki a házikók. Na itt lehet menni 50-nel, jó. És elkezdett esni az eső. Mondjuk még mindig jobb, mintha hó esne. Plusz 7-et mutat a hőmérő, plusz 7 fok van. Úgyhogy kicsi az esélye, hogy hó essen.
Milyen jól néz ki ez a körforgalom is. Franciaországban olyan klasszul meg tudják csinálni, mondjuk nem csak Franciaországban, máshol is, de itt meg különösen majd, hogy nem minden körforgalomban van valami a környező vidékre jellemző valami műalkotás ott a körforgalomban. Villany térképnek elmúlt a hangja, nem tudom miért. Így jobbra ez a házikó, szép nagy, de olyan nagyon elhagyatottnak látszik. Na nézzük csak, hogy tudunk itt befordulni? Ugyanúgy a szemből egy autó, kicsit átteszem az elejét, köszike? És így a hátsó kerék is eljött a szegély mellett. Szeretek én ilyen helyeken mászkálni. Lehet azért látni egész klassz kis házikókat, meg úgy egyáltalán. Nem olyan egyhangú, mint az autópálya. Igazán nincs mit, nagy uram. Köszönte, hogy lassítottam, nem veszélyeztettem az ő átjutását az úton. Na, teherautóval várakozni tilos. Aha. Na, kíváncsi leszek, hogy ott tényleg be tudok-e menni ehhez a bolthoz, mert néztem az utcaképet, nem láttam semmiféle táblát, hogy valami bármi teherautós behajtási tilalom lenne. Ha megnézem, itt lesz itt a körforgalom után. És itt látható, igen, ott van egy jókora nagy plac, ami... Ó, micsoda szörnyeteg ott szembe. Wow. Igen, és ott a placon autómosó van, meg egyéb. Úgyhogy itt kimegyek egyet jobbra. Őha. És itt kell befordulni jobbra. De valami hatalmas nagy ívbe, hogy a hátulja is eljöjjön. És erre gondoltam én, hogy ide begurulok én ide hátra, megfordítom a szekeret, és itt akár ilyen helybefordulást is lehet játszani, mert ugye hátul csak egy tengelyen van, nem radírozza a gumikat, úgyhogy ez így teljesen jó lesz. És aztán ide félreállok. Félre tolom. Mennyire sikerült? Hát... Jó lesz ez így szerintem. Így, teljesen jó. Oké. Hál' Istennek elkezdett esni az eső, úgyhogy besétálok vásárolni. Vásárlás megtörtént. Franciaországot többek között ezért is kedvelem, mert így egy kis vidéki Intermarché-k közelébe elég sok helyen meg lehet állni.
nincs kitiltva a teherautó. Igaz, hogy olyan kis olyan eldugott helyeken vannak, de az nem is baj, mert akkor túl sokan nem találnak oda. És így akkor talán nem is fognak kiutálni bennünket ezekről a helyekről, mert az, hogy itt én megálltam egy negyed órára, vagy fél órára, bementem, megvettem, amit akartam, kijövök, megyek tovább, szerintem ezzel senkinek semmiféle problémája nincs. De viszont, ha már elkezdenek itt hosszú pihenőzni, éjszakára megállnak, hétvégére megállnak, körbedobálják szeméttel, meg minden egyéb nem oda illő dolgokat hagynak maguk után a kedves kollégák, hát akkor előbb-utóbb a helyiek megunják, és azt mondják, hogy jó, akkor eddig és nem tovább. És akkor hatalmas nagy kövekkel mindenféle akadályokat építenek, meg egyebet, hogy véletlenül se tudjunk bemenni. Sajnos nem egyszer, nem kétszer jártam már. Túl gyorsan mész. Jártam már így, hogy korábban meg tudtam ott állni, aztán mentem egy év múlva, és akkor már a közelébe se tudtam menni az üzletnek. Még egy másfél kilométer, és aztán autópálya következik. Közben még itt ezen a településen át kell menni. De micsoda öreg templom látszik ott jobb oldalon. Túl gyorsan mész. Itt már nincsen 30-as zóna. Mély mondott, hogy gyorsan megyek, vagy megint volt 30-as tábla, csak elkerült el figyelmem, mert ott vége volt a 30-nak. Úgy láttam. Ott megy a TGV fönt a felüljárón. Igen, most más irányból közelítjük meg ezt a vasúti felüljárót, vagy viaduktot, vagy mi ennek a neve, de hát ez is egy eléggé monumentális építmény. Bálna. Bálnás autómosó. És itt, ahol álltam, néztem, még nem tudom, működik-e az autómosó, de még akár a kamionnal is oda lehet állni, aztán le lehet spriccelni. Itt egy körforgalom, és aztán ki is értünk a településről. Ez a Konforama, ez meg valami lakberendezési áruház lehet, meg talán műszaki. Igen, multimédia, televízió, hifi, ahogy látom, azok vannak kiírva. Ja, és megjött a hangja a villanytérképnek, csak nem tudom, a körforgalmakról nem mond semmit. Csak azt reklamálta, hogy túl gyorsan megyek. Érdekes. Nem tudom, hogy ez vajon mitől lehet. Majd mindjárt meglátjuk, hogy itt a körforgalomnál fog-e mondani valamit. Ah, itt is micsoda szobor, vagy mi van itt a körforgalom mellett.
felé jön valaki, gyerekek. Jön, ott jön. A másik is jön. Jó van, akkor most én megyek, mert nem jön senki. És nem mond semmit a körforgalomnál, érdekes. Ott jön valami kék lámpás jármű. Jaha. Hát ez itt most nem. De ott van Mühlhaus, Belfort, arra felé van az autópálya. Jé. Mert itt régen körforgalom volt. Újra tervezés. Csak most itt átépítettek mindent, úgyhogy... Igen, nem itt kellett volna kijönnöm a körforgalomból valószínűleg, hanem odébb, mert most aztán meg megyek a következő lehajtóig, és akkor onnan vissza kell fordulni a körforgalomba, és beállni ide a sor végére, óriási. Jó, hát... Szépen elballagok. Erre felé majd meglátjuk mindjárt. Krídej, igen, tekintélyesen összetorlódott a kocsisor. Úgy látszik, mennek hazafelé a dolgozók. Igen, itt kell nekem lemenni. Érdekes, csak a sebességet mondja, de az, hogy most menjek be a körforgalomba, a hanyadik kijáratnál menjek ki, vagy valami, semmi. Semmi. Nem tudom, mi történt vele. Na majd lehet, hogyha újraindítom a készüléket, akkor magához tér. Ott van autópálya, Mühlhaus, Belfort, és nekem Mühlhaus felé kell mennem. Jól összecsődültünk, gyerekek. Na mindegy, hát ez van. És megyek az autópálya felé. Ha esetleg valakinek hiányzott volna eddig, akkor itt most látható a Freiburgi híd építés. Befejező munkálataihoz érkezett. Igaz, hogy most még nem dolgozik senki, lehet, hogy azért, mert még csak 7:30 lesz rövidesen, de már igen jól alakul ennek a hídnak a sorsa. De azt úgy látom, hogy itt más felújítási munkálatokba is belefogtak, a járdát felszedték elég tisztességesen. Nos, tisztelettel, üdvözletem mindenkinek! 2018. március 8-a van nőnap. Nagy tisztelettel köszöntöm a hölgyeket nőnap alkalmából. Mondjuk mire ez a videó kikerül, addigra már nőnap réges-régen feledésbe merült, de nem baj. Akkor is. Megint Ravensburg városába járok. Most a másik irányból gondoltam, hogy készítek egy felvételt, néhány perces videót, hogy ebből az irányból is lehessen látni a várost és a városnak a különféle épületeit, meg
házakat, parkokat, egyebet. De itt elolvadt a hó teljes mértékbe. A hőmérséklet plusz 7 fok. A fű is zöld, egyre jobban zöldül. 10 kilométeren keresztül. Úgyhogy még a végén itt beköszönt a tavasz. Két bal oldalon is ez a nagy épület, ez valami városháza, vagy színház, vagy nem tudom mi lehet, de igen, jól néz ki. Ó, a minden itt neki beváltott sárgára a lámpa. Most ebből az irányból láthatjuk a várnak a maradványait. Vagyis hát láthattuk, mert azt már a hátam mögött hagytam. És itt nem sokára kiérünk a lakott területről, aztán az erdő. Erdős rész következik. Ja, itt még lesz ez a tűzoltó jármű, itt lesz? Vagy azt már elvitték, vagy odébb volt? Hű, nem is tudom. Lehet, hogy odébb volt, vagy majd itt lesz valahol? Most nem tudom, mintha egy benzinkútnál lett volna kirakva az a Volkswagen bogár. Pirosra festve, meg mögötte egy utánfutó. Lehet, hogy odébb volt, már elhagytam, csak nem vettem észre. De mindegy, most még hagyom itt egy kicsit bekapcsolva a kamerát, hogy hát, ha itt lesz ezen a részen az az érdekes Volkswagen bogár, és mögötte egy valami tűzoltó, tömlő, szállító, utánfutó, vagy mi a túró az. Hát most már kíváncsi vagyok, hogy elkerült-e volna a figyelmem, vagy itt lesz majd valahol. Á, ott lesz, ott van a benzinkút, az Esso. Esso kút szerintem ott lesz az Esso kútnál. Ott van biza, ott a táblánál, ahol az üzemanyag árakat lehet látni. Itt van, nem is tudom, mi lehet ez, szivattyú, vagy mi volt ez, de érdekes, érdekes szerelvény. Meg ott még jobbra bent volt egy jó öreg BMW, az is jól nézett ki. No, ha lesz valami érdekesség, akkor majd még jelentkezni fogok. Lejöttem én ide ebbe az autóhobba, 45 percnyi szünetre. Ami most eltelt, úgyhogy indulok tovább. És hát csak úgy kis érdekességképpen itt szembe a konténer tetején ott van egy lila Trabant. És a tetején pedig egy üdítős palack. Németországnak ebbe a szegletébe is jutott a Trabantokból. Úgyhogy a szünetnek vége. Megyek tovább.
Aztán, ha lesz majd valami érdekes, akkor jelentkezek. Ajjaj, itt valami történt. Igen, hoppá, furgon, személyautó eleje. De szerencsére komoly baj nem történt. Német-osztrák határnál járok éppen. Amit úgy hívnak, hogy Szuben határátkelő. És semmi érdekes nem történt útközben. Ami történt, említésre méltó, arról készült videó. Na most, ha továbbiakban sem történik semmi, akkor ennek a videónak itt van vége. És hát a továbbiakban legfeljebb valami ilyesmi videókra lehet számítani olykor-olykor. Úgyhogy ott bal oldalon micsoda gépeket visznek. Hogy olykor-olykor lehet számítani ilyen videókra, de hogy ez milyen rendszerességgel lesz, hogy most lesz-e minden héten, vagy csak két hetente, vagy nem is tudok semmiféle időintervallumot mondani, hogy ekkor lesz, vagy akkor lesz. Azt a mindenit mekkora ránctalpak. Az igen. Úgyhogy nem is tudom, hogy ekkor lesz, akkor lesz, ilyet én nem tudok mondani. Majd, hogyha összejön valami anyag, akkor azt fölteszem, meg közbe, ugyebár ezeket a rakodásokat gyűjtögetem kifelé a régi videókból, és akkor még azok úgy lesznek, mint videós összenetek. Na, hát szerintem ennek a videónak ezzel itt van vége, úgyhogy további szép napot kívánok mindenkinek, minden jót és minden szépet kívánok. A viszontlátásra, sziasztok!